talán azt mondom, hogy ez a harmadik meccs fontosabb, mint az első a tekintetben tényleg, hogy aki ezt ma nyeri, az már tényleg csak egyetlen egy lépése lesz a bajnoki címtől. És egyébként, ha ezt tovább gondolom, például az Alba szempontjából neki... Jól esik, de látványos kosarak esnek. Itt a végén ez pedig nem Barácsnak ez az első. Portágal nagyjából 5 másodpercenként történhet valami, de lehet, hogy túloztam, és lehet, hogy 3. Úgyhogy azért belefér az is, hogy hibáznak a védekezésben. De Kovács Benedek triplájával már zárkózik is azonnal. Néhány tájbi éppen csak elérte, elküld onnan mindenkit, Pott jött volna át a gyenge oldalról. Aztán mégiscsak jó, hogy ott van Pott, sőt, be is dobja. Majd egyébként a Falko is visszajön, majd Keller, illetve Süveggyártó Ábel lép majd pályára hamarosan. Ohó, de szép labda! Barács! És Pottól kapta a gólpasszot. Ehhez már csak bónusz, hogyha 9 lassan jön az utolsó perc az első negyed végén. Most kihagyott dobások mind a két oldalon. Oh, Pott! De szépen ismerte föl, de hát miért nem kísérték vajon végig? Albánál, ez a termése a második negyednek. Per tovább, Pott. Ó, de szép backdoor. Pernek megvan az első kosara. Lehet, hogy megmutatja, vagy nem fogjuk látni. Viszont érdekes volt megint, hogy de most azért mindenképp kell még szerintem Pott és Per mellé, aki mezőny posztról be tud segíteni a pontszerzésbe. Hát annál is inkább, mert Per Zoli egyelőre 2 ponton áll. Jaj! Pernek a lábára pattant a labda, ami pont depózit arcon találta. Itt közelebb tud jönni megint a Falko, ha és amennyiben kosarat dobnak. Kaoels, aki eddig 3-ból semmit nem dobott be. A negyedik tripla kísérlete megvan. Labdát is találják meg azokat az üres helyzeteket, amit ad nekik a csapatok, és utána mindenki tudott változtatni a játékán. Megint a zóna az Albánál, jön Pott közelebb, és be is dobja.